Köszöntöm a kiállító művészeket, Székás András. És aztán, hogy csak fotón van itt velünk, Székás Gyöngyvér, de őt is meg lehet. Nem először vannak a székácsik itt ebben a kiállító teremben, és azt hiszem, hogy önök közül is nagyon sokan vannak, akik már voltak itt a Kóka Ferenc Művészeti Alapítványnál. Nagyon-nagyon szívesen vállaltam ezt a kiállítást, és majd meglátják, hogy ha székácsokról beszélünk, akkor mekkora kiállítást lehetne igazából megrendezni. Éppen, tehát ha azt mondom, hogy székács család, akkor elég messziről kell kezdeni, mert gyakorlatilag az anyai ágom nektek már a déd nagyapátom, az tábornok volt, festő volt, 1919-ben kiállítása volt Bécsben, utána a Ludovikán ott tanított, és ott pedig a gyorsírásnak a mestere volt. Azon kívül 16 nyelven beszélt. Na most ez azért fontos, hogy ha meg akarunk egy családot ismerni, akkor mondjuk a gyökereiről ennyit lehet tudni. Az édesanyjuknak az édesapja, ő pedig a pozsonyi Új Szónak volt a szerkesztője, és természetesen hát így író ember volt. Aztán a mama, Kárpáti Magdolna, ő pedig festőnő lett, Bernát Aurének a tanítványa volt. A másik ágon, az apai ágon, ott címfestő volt Székács Zoltánnak az édesapja, onnan pedig már csak egy lépés kellett, hogy az édesapámból festő legyen, és tanárember. Így telt tulajdonképpen a gyerekkor, hogy belenőttek mind a hárman. Ugye első testvérként Székács Ákos, aki ebből a sok-sok tehetségből igen sokat örökölt, mert egyrészt történész volt, hajógépész, nyelveknek tudora, versíró, és a művészethez legközelebb az ötvösség, az, ami őt megfogta, és azon kívül tűzzománccal is foglalkozott. Sajnos ő már nincsen között. Igen, ötvös is volt, és tűzzománccal foglalkozott. Valamint édesanyjának mindig ő vágta ki a tűzzománc alapokat. Ez így volt. Hál' Istennek voltam a műhelyében, és az valami csodálatos dolog azt látni, ha valaki valaminek igazán a mestere. Mert akkor az eszközöket is ő készíti, és azok az eszközök úgy mondta, hogy mint az ősember, ő úgy dolgozik, mert ami kell, azt ő meglátja, megcsinálja, és azzal alkot. A következő szülött volt András. Andrásban megint csak nagyon sok tehetség összeszorult, aminek a nyomát majd itt ma ki is tudom fejteni, ami indult onnan, hogy szeretett volna egyetemre menni, de éppen a szülő háttere miatt nem vették fel az egyetemre, így aztán akkor az Zrínyi nyomdában kezdett el dolgozni, ahol is reprodukciós fényképész szakmát szerezte meg, ott megszerezte tulajdonképpen a technikusi képzettséget is, és utána tipográfus gyártás előkészítőként dolgozott. Aztán akkor kinőtte az Zrínyinek a kereteit, önálló vállalkozásba fogott, és hát az annak a rögös útját ő végigjárta, amit nem akarok végigvenni, csak végigmesélni, csak a legfontosabbakat kiemelni, hogy létrehozott egy olyan folyóiratot 1999-ben, ami egy évig működött, és valóban a művészetet szolgálta. 2000-ben vásárolt egy olyan digitális fényképezőgép, vagy digitális... Minek is stúdióberendezést. Hogyan? Ez egy stúdióberendezés. Egy digitális stúdióberendezést, amelyel gyakorlatilag olyan nagy vállalkozásba fogott, ami tulajdonképpen őt a család dokumentálójává tette. Ez azt jelenti, hogy fölvállalta, hogy édesapjának
a megmaradt valamennyi alkotásáról reprodukciót készített, és azokból gyönyörű szép könyveket állított elő, amiket meg tudnak tekinteni majd a vitrínben. Nem maradt ki édesanyja sem, nem maradt ki Zoli sem, én nem maradt ki Ákos sem, és azon kívül érdekes módon a családhoz festő barátok csatlakoznak, így aztán Máriási Marci kívánnak a munkáit ugyanúgy gondjai alá vette, és megcsinálta azt a kiadványt, ahol láthatóvá és megőrizhetővé tette Máriási Marcinak a munkáit. Egyébként, ha már ezt mondom, éppen most van kiállítás a műcsarnokban, és ezen a héten még megtekinthető Máriási Marci kíván alkotásaiból a kiállítás. Azon kívül Hován Lórántnak a több száz munkáját szintén dokumentálta. Egyszer csináltunk egy kiállítást, úgyhogy én is Andrással elmentem a helyszínre, ez vidéken van, és fönt a padláson találtuk meg a borzalmas körülmények között a festményeket, de legalább azt látjuk, hogy ezek milyenek is voltak, milyenek most talán. És ez, amikor az ember mindent akar mondani, és aztán, hogy hívják, Benna? Bennai Dezső. Bennai Dezső, igen, majdnem megvolt. Tehát a Bennai Dezsőnek a munkáit is dokumentálta, tökéletes. Tehát egyrészt azt látjuk, hogy a nyomdában megtanulta mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy egy könyvet létre lehessen hozni, beleértve a könyvkötészetre, és ezeknek a nyomait a másik szobában megtalálják. Sajnos ezeket elvinni nem lehet, most szeretném fölhívni a figyelmet, megtekinteni, igen, elvinni nem lehet, mert nagyon kis számú példányban lett kinyomtatva, és ez nem valósítható, meg hogy odaadjuk. A másik ága, amit András csinált, hangjátékokat készített. Ugye a mamának nem csak az, hogy festő volt, anya volt, ugye három gyerekkel, akkor még mellesleg a feleség is az ember, de amellett ő meséket írt, és zenét nagyon szeretett. És ezekből a mesékből, amit édesanyja írt, azokból készített András hangjátékot, és hogy ő benne és mi minden benne van, azt mutatja, hogy ő volt valamennyi figurának a hangja. Tudja, egy kicsit elváltoztatta, és akkor megszólalt mindenféle szerepekben. Filmeket is készített, ezekből csak kiemelek dolgokat, mert mindent nem érdemes elmondanom, de ami fontos, hogy olyan filmeket készített, amivel dokumentált a Kóka Alapítványnál lévő 10 évre visszatekintő kiállításokat. Tehát gyakorlatilag ezek megvannak, nagyon-nagyon szépek, és külön azokról a kiállításokról, amik a Székács családhoz kapcsolódnak, azokból is egy könyv készül, tehát megvan a családnak, úgymond a története. És még tele van természetesen tervekkel, és a fotózás az mindig is hozzátartozott az életéhez, azzal kezdte, hogy volt egy egészen egyszerű fényképezőgép, egy fotópuska, aztán most ott tartunk, hogy a digitális technikának a javával dolgozik, és makrofotókat készít. Na, mit is jelent ez a makrofotó? Tulajdonképpen a meglévő előtt, a szemünk előtt lévő dolgoknak egy nagyítását tudja ezekkel előállítani, és utána jön az a mesterségbeli tudás, ami az ő sajátja, hogy van egy barátja a számítógép. Tehát András meglát a világon valamit, azt felnagyítja, azt annak a részletét kiválasztja, és azt mondja barátjának, a néma barátjának, hogy csinálj belőle valamit. És az tükrözéssel az eredeti fotó alapú valamiből csinál valamit. Na és akkor jön megint András, aki rátekintve azt mondja, hogy na, létrehoztunk valami újat. Egy olyan formát, ami igazából csak a digitális világban létezik, de csinálunk belőle egy valóságot. És a valóság úgy lesz belőle, hogy kinyomtatja nagyon jó minőségű fotópapírra, és ezek a munkák láthatók ott a kis teremben. Hát miről árulkodnak nekem ezek a fotók, ezek a fotografikák? Mert ugye fotó az alapja, és utána jön egy
átalakítás, ezért is hívtam András úgy, hogy az átköltő. Mert van a valóság, abból csinál valamit, azt megragadja és bemutatja nekünk. Tehát ő átkölti azt, ami éppen előttünk van. De a fantáziáját mutatják mindazok a címek, és pontosan ezt akartam kiemelni, hogy mikor mondja egy dologról azt, hogy ebből legyen valóság. Akkor mondja, amikor az ő érzelmeire hatva valami olyat pillant meg, ami őt is meglepi. És ha már őt ebben a pillanatban, amikor a meglepetés éri, abban a pillanatban ott van a cím. És így aztán látszik, hogy igencsak foglalkozott a csillagok háborújával, a gyűrűk urával, mert két fotó is, fotografika erre a világra utal. Másik, hogy nagyon jó humora van. Az is látszik ezekből a címadásokból, mert ott van a hobómacska a lombok között, vagy a doktor Bika műtét előtt, és így tovább mondhatnám, ezek mind olyanok, amelyeknél az kell, hogy én érzelmileg azonosuljak azzal a dologgal, és az élénk fantázián szóban ki tudja fejezni mindazt, mint amit én ott abban a pillanatban látom. Másrészt ugye a szép érzéke nagyszerűen megmutatkozik, nagyon szép, van egy olyan fotója, ahol gyakorlatilag egy lebegés, a másiknál tulajdonképpen egy áramlás, az, amit megfog. Tehát nagyon sokféleképpen tekint erre a világra rá. Vagy, amitől az emberben megdermedünk, ott van egy olyan címet adott, hogy maga a sátán. A feketéből előlépő, fémes, szürke, érzéketlen elegancia lesz az, amivel azt gondoljuk, hogy igen, itt van előttünk a sátán, vagy a vörös papnő megáll bennünket. Az meg egy egészen más, egy ellentétes érzést mutat. Vagy a vagói szellem, amikor tényleg az ember a szellemet nehezen tudja úgy elképzelni, de András azzal a kiürített figurával, csak a vázak bemutatásával megidézi a vagóinak a szellemét. Másrészt pedig ugye a színek, ugye milyen színek dominálnak. Mivel ő a természetből indul ki, és a természetből a legtöbb szín a zöld, és azt vesszük ugye először észre, hát a fotók nagy része a zöld és a zöld világába vezet el bennünket, és ott találjuk meg a gyönyörűséges zöld szívet, amely maga a tökéletesség számomra. És a másik színe meg a vörös, ugye az meg az élethez kötődés, és a természetben vannak ugye más színek is, amelyekre ha bemennek, akkor látják. Mert igyekeztem úgy rendezni a dolgokat, hogy ezek a dominanciák egyértelműen láthatók legyenek. Úgyhogy Andrásnak a munkáiról körülbelül ezt szerettem volna elmondani. Névsorra következik Gyöngyvér. Gyöngyvér Zoltánnak a lánya, az egyik lánya, aki megtanulta apjától a komoly munkát. Legalábbis. Tudom, hogy a apa nem elégedett, de azt mondom, hogy egy nő, akinek két gyermeke van, és dolgoznia kell, és a családdal is kell foglalkoznia, hát bizony az egy nagyon erős elfoglaltságot jelent, úgyhogy én elégedett vagyok mindazokkal, amit én a Gyöngyvértől láttam. Gyakorlatilag ő először elvégzett egy a Szegeden matematika és rajz tanári szakot szerzett, és utána mivel benne több volt, ezért elvégezte az iparnak, a Móhinak iskolát is, és ott ő tervező grafikusként végzett, és 2005-ben lett ennek a képzésnek vége. Baksa József volt, aki fölkészítette, mielőtt a főiskolára ment volna, és Molnár Gyula volt a tanára a főiskolának. 2007-ben, tehát 12 éve volt itt egy kiállításuk, egy közös kiállításotokat, kiállításotok, és gyakorlatilag akkor a Parti Nagy Lajosnak a Brutáliák novelláiból
készített, hát nem illusztráció, hanem úgymond egy másik értelmezés, az irodalmi szöveg, képi feldolgozását, azt állította ki, hát tényleg a szöveg is brutália, de amit a Melberágó volt, amit a Gyöngyi merészen ehhez a témához hozzá tudott tenni, ez volt neki abban az időben a diplomamunkája is. Gyöngyvér nagyon szorgalmasan dolgozott, mese illusztrációkat, akkor cégeknek logóján, logótervezéssel foglalkozott, de igazából amit ő nagyon szeretett, hát az a festészet. Csak ugye a festészet az idő kell. És addig ő ugyanúgy, mint ahogy a nagyanyjától hallotta, meg tudta, ilyen Kárpáti Magdától, aki mondta, hogy ő neki a három gyereknek a nevelése, meg a családnak az összetartása nagyon-nagyon sok idejét lekötötte, de ő minden pillanatban festő volt. És úgy érzem, hogy amikor most beszélgettem Gyöngyvérrel, ezt éreztem rajta, hogy tudja, hogy ő neki most más a fő feladata, de a világra ő mindig úgy tekint, mint aki grafikus vagy festő. És a festészetben tulajdonképpen várja azt az időszakot, amikor a festészetnek a lehetősége is eljön, mert ugye abban van a dinamizmus és abban van a szín. De hogy nem kétlenkedett, azt meg tudják tekinteni, igen sok munkával jelentkezett, csak néhányat emelek ki, mese illusztrációkat készített, ez már a spanyol társadalomba való beilleszkedését is mutatja, mert van egy olyan barátnője, aki ugyanúgy, mint ő, egyrészt művészként dolgozik, tehát ír, gyermekei vannak, kekszet készít, vasal, és így tovább, és így tovább, de nem adja fel a benne lévő tehetséget, és nagyon-nagyon szép két mese illusztráció van, illusztrációt találhatunk, találóak az illusztrációk. Nagyon fontos, hogy beszéltem Gyöngyivel, és mondta, hogy hál' Istennek eljutott oda, hogy most már neki csak a témát mondják meg, és ő már szabadon készítheti az illusztrációkat. Tehát kinőttük abból, hogy tehát az önállósága megvan, és hál' Istennek ezt az önállóságot elismerik nála. Tehát nem is lenne Székács család, hogyha nem beszélnék arról, vagy hogyha nem dolgozna együtt az ő testvérével, Zsófiával. Mert van Zolinak egy másik lánya is, Székács Zsófia. Ő sem akárki, mert a Coincidence-ben ő volt a főszólótáncos, valamint az összes jelmezt, amik fantasztikusak voltak, ugye, hogy anyagban jellemet ábrázolni, formával lehetővé tenni a táncnak a szabadságát. Hát azért azt tényleg csak azt tudja, aki egyrészt táncos, másrészt a szépről megvannak a fogalmai. És emellett elvégezte a pszichológiát, és gyakorlatilag a Mindset nevezető újságban több cikke megjelent, és hát ki lett volna alkalmasabb arra, hogy ezt illusztrálja, mint a testvére, Gyöngyi. Úgyhogy ezekből is találnak hármat is. Szívből ajánlom, hogy tekintsék meg őket. Nagyon találóak, egyrészt, hogy a mesék hogyan hatnak az életünkre. Van egy ilyen, van egy másik, ami gyakorlatilag a párválasztáshoz kapcsolódik. És a harmadik, hogy tulajdonképpen benne a párválasztáshoz kapcsolódik, hogy mennyire oda kell arra figyelni, hogyha az érdeklődési kör egészen más, a fiú a kocsi felé tekint, a lány egy gyermeket lát maga előtt, és hiába mennek kézen fogva, ebből igazából nem lesz, legalábbis akkor még kapcsolat. Minden rendben van Gyöngyivel, dolgozik, amikor csak lehetősége van a maradék időkben megélni saját festői és grafikai éjjét. És ott, ahogy nézegettem, hogy mi mindent készít, látszik, hogy a gyerekeknek el kell jutni
legalább 6-10 éves korban, hogy az ember igazán a munkákat be tudjon vállalni, és most már egyre inkább látszik, hogy mer vállalkozni arra, hogy ezen a területen megmutatkozzon. Voltak kiállításai közben Magyarországon is, Spanyolországban is, egyéni és csoportos szintén. Ugye, hogy ő a 21. században dolgozik, tehát nyilvánvaló, hogy itt a munkái között is vannak olyanok, amelyeknek az alapja egy akvarell, és azt ő a digitális technikába, számítógépbe beviszi és tovább dolgozja. Van olyan, ami kifejezetten rajzból, egy grafikából indul, és azt tovább dolgozza, és vannak kifejezetten digitális rajzai is. Ahogy beszélgetünk vele, ez szereti még a legkevésbé, és legkevésbé, de hát ezzel is úgy gondolom azt, hogy meg kell ismerkedni, mert a digitális rajz segítségével a kézügyességre ugyan szükség van, de gyorsabban tud vele haladni, és ezért ebben is dolgozik. Elárulom önöket, hogy most körülbelül a felét mondtam meg, mint amennyit szerettem volna, de ezt, hogy ez is bőven elé, úgyhogy Zorit sem szeretnék kihagyni, úgyhogy most rövidítünk. Most rövidítünk, jó? Annyira, de nem akarok igazán. Bírják egyébként? Igen. Jó, na, akkor én remélem, hogy bírni fogom. No, de Zoli, tudom, hogy... Valószínű édesapja nem akarta, hogy még egy festő legyen a családban, úgyhogy inkább az iparművészeti főiskolára ment, ahol kerámiát tanult, és Rabner Imrével találkozván új szemléletmódot és új technikára tett szert, és egészen sokáig ezen a területen dolgozott, és 1990 lett az az időpont, amikor egyértelműen azt mondta, hogy a festészet az, ami engem érdekel. És amikor én ezt láttam, hogy nagyon-nagyon sok társaságnak a tagja vagy, kiírtam, hogy talán 9 társaságnak vagy a tagja, 10 díj birtokosa, és azon kívül, akik írtak rólad, azok válogatásként, tehát a válogatott írások száma 29. Na most azt mondtam, hogy ebből én nem mondok el semmit, de minden fontos asztaltársaságban benne van, minden fontos díjat megkapott, és én szerintem te vagy a legtöbbet kiállító festők közé tartozik, de akár hányszor, mindig azt sajnálom, hogy megint nem tudok elmenni az a Zorinak a kiállítására, ahogy kapom a meghívókat, körülbelül ez szűrődik le belőle. És amikor tudom, hogy a Matéria társaságnak is a tagja van, és azon csodálkozom, hogy nem te alapítottad a Matéria társaságot, annál is inkább, mert hogy a Zoliban az anyag szeretete, az úgy benne maradt, mint amikor gyakorlatilag keramikusként, meg tervezőként dolgozott. Tehát az, aki egyszer foglalkozott az anyaggal, annak fontos az, hogy a kezével is hozzájáruljon. Ne valamely eszközön keresztül járuljon hozzá a képhez. És ezért tulajdonképpen az ő munkájának nagyon izgalmas textúrája van, ugye a kép, bocsánat, faktúrája van az ő képeinek, mert ezeket a ráhelyezett anyagokkal dúsítja mindazt, amit egyébként festékkel fölvisz. Az ő munkáira jellemző, hogy több rétegűek ezek az alkotások. Érdekes volt, hogy édesanyád azt mondta, hogy te ugyanúgy alkotsz, mint az apukád, áll a prima. Tehát azonnal egyszerre megcsináljuk, és utána nem jutunk hozzá. De ahogy én néztem ezeket a munkákat, erősen kétlem, ez lehet, hogy valamikor így volt, de hogy ezek a munkáid már arról szólnak, hogy ezek a képek építődnek, az egyszer biztos. Most mi az ő, a geometrikusság jellemző az ő munkájára? Mondhatom azt, hogy a színvilága egy meghatározott körbe mozog, a földszínek a fő jellemzői. De mindig van, ami egy kicsikét ebből kilóg. És azon tűnődtem, hogy András munkája a zöld, leginkább a zöld meg a piros, tehát az élet meg a természet maga valóságában. A tiéd az mindig egy
valami múltra visszanyúló, regélő ember vagy. Tehát az, aki nem a látott világot akarja nekünk megmutatni, hanem az amögött létező, létezett valamikori valóságot. Tehát így aztán a képeit, ahogy néztem, ezt a háromról van itt a díszlet, ezek színvilágában nagyon hasonlóak, tehát a díszlet, ami mögöttem van, a nagykapu és az óváros. És akkor ezeken tűnődtem, hogy vajon azzal együtt, hogy mindig elegánsan mit csinálsz, szépen szerkeszted, a színek az embernek a lelkéhez közel állnak. Amellett mindig úgy érzem, hogy valahogy két világ van benne. Ha ezt a díszletet tekintem, akkor a díszletnél nekem az jutott eszembe, hogy ez a vonal egymástól elválasztan a két világot. Az alsó rész arról szól nekem, mert ezek mind szubjektív dolgok, de hát megosztom, hiszen ezt a szerepet kaptam. Az alsó rész arról szól, amikor az emberben gondolatok ébrednek, a gondolatok azok szabadabbak, képlékenyebbek, de tulajdonképpen amikor már átkerül a valóságba, legyen ez a valóságnak az elválasztó vonala, akkor annak egy konkrét formát kell öltenie. És az alsó részt nézem, az a szellemiséget inkább kifejezi, a felső rész a konkrét világra utaló. De hát hál' Istennek a konkrét világunkban is megjelennek azok a jelképek, azok a szimbólumok, amelyeket ha tudunk, ha nem, akkor is hatnak rá. És így ez a vonalban lévő ősi jelek, amik már összetöredeztek, fogalmunk sincs, hogy micsoda, de mégis amikor rajzolgatunk, ezek a formák valahogy a kezünkbe belekerülnek, vagy ott fönt a kerék, az egység, a szellemiség, körülötte a négyzetes forma, a földi valóság, az ember. És hogyha most nagyon tovább akarom vinni, akkor azt mondhatom, hogy az emberben mindig benne van az az egység, ami valamikor elveszített. Tehát a díszlet nekem erről mesél. A másik, ez a nagykapu, ezzel is nagyon sokat gondolkodtam, és valahogy amikor Zolinak nézem a képeit, abban mindig benne van a föld és a transzcendencia, ugyanúgy. Ennél a képnél azt mondta, hogy ezt a nagykaput mi emberek ki nem tudjuk. Ha valami kegyelmi állapotba kerülünk, akkor lehet, hogy oda lelkünkkel be tudunk tekinteni. Mi még itt vagyunk előtte, és olyannyira ott vagyunk előtte, hogy a mi évezredünkben, ezekben a blokkházakban élve kevés az esély, hogy ez a nagykapu egyszer kinyílik, és valami olyan tudásnak leszünk a birtokosai, amit valamikor tudott az ember, de már elfelejtett. Azon gondolkodom, hogy ez a kis piros pöttyök, amit tudom, hogy színbe, ha csak nem akarok tartalmat tenni hozzá, nem akarok igazából foglalkozni a képpel, akkor tudom, hogy ez a színfolt, ez miért kell. De az is eszembe jutott, hogy ez nekem a biztatás, hogy mindig van arra esély, hogy valaki fölkerülhet, és ki tudja nyitni, vagy kinyílik neki az a nagy kap. Az óváros képen meg az a gondolat is elfutott végig bennem, hogy minden egyes, amiatt, hogy az ember ugye kikerült a paradicsomból, azóta mivel kell, hogy foglalkozzon, hogy valahogy védje magát, külső, belső, ellenségből védje magát. És mit csinál? Köveket gyűjt, és azokból várat épít, azokat egymásra teszi. Tehát a kő akkor létezett, amikor még emberiség nem létezett. Tehát valahonnan onnan vesszük a védelmet egy olyan korból, ami még az ember előtt íródott. És soha nem, vagy nagyon kevésszer gondolunk arra, hogy amikor egy vár falat megnézünk, hogy abban hány embernek a munkája, verejtéke, élete került bele, hogy az valami védelmeit nyújtson, és ugyanakkor hányszor volt olyan helyzet, hogy mindezeket lerombolták, és újból abban a leromboláshoz is az embereknek az verejtéke, élete tapadt. Tehát azért is
tudatlanul azért is foglalkozunk, és azért szeretünk menni egy óvárosba, mert ebből valami megértünk, vagy inkább nem megértünk, hanem ráérzünk esetleg erre a dologra, ha nem kell sietnünk, és nem szól az idegenvezető, hogy letelt az idő, tovább kell menni. De ha magunk vagyunk, akkor ezeken a dolgokon is eltűnődhetünk. Most kihagyom a betűset, pedig nagyon szeretem, azt majd neked odaadom azt az írás, ami, vagy azt a részt, ami ehhez kapcsolódik, és a szakramentumról, még erről a képről a gondolataimat szeretném elmondani. Mégpedig, hogy... Ja, a szakrament az bizonyos szertartásokhoz kapcsolódik. Ugye van egy közvetítő, akin keresztül úgymond, tehát közvetítő általában a pap, akin keresztül is Jézussal az ember találkozik, és a kegyelemben részesül. Azon tűnődtem, hogy ezen a képen ugye ez az érzés hogyan keletkezik bennem. És oda jutottam, hogy tulajdonképpen a képnek a jobb és bal oldala az, ami engem feloldoz. Onnan jön a kegyelem, és az, hogy ez egy mi lehetne egy bűnbocsánati szertartáshoz kapcsolódó, amikor is azt mondom, hogy az emberben benne lévő gondolatok, sötét gondolatok, meg hibák, meg minden, az egyszer a bűnbocsánat révén a kék ég látásához eljuthat. Hát ezeket üzente nekem Zoltánnak a munkái, és annyit csak még, hogy a másik teremben van még egy munkája, a Poszeidon, ő volt a tengeristene, annyit csak róla, hogy a színe utal, az egyik szín utal magára a tengerre, az aranyszín az Isten voltára, az a szürkés, feketés, zöldes valami, pedig hogy állandóan harangó volt. Tehát a benne lévő ilyen feszültségekre. Így sikerült nekem Zoli munkáihoz közel jutni, úgyhogy nagy öröm volt, úgyhogy köszönöm szépen neked. És már csak annyit szeretnék mondani, hogy szeretném, hogyha Andrásnak azon vágya teljesülhetne, hogy a Székács család megmutatkozhasson egy hatalmas kastélyban, annak összes termében, vagy ha az nem lehet, akkor talán a műcsarnokban, mert ugyanakkor ott lehetne a Galántai Gottivadar munkái, akkor lehetne az anyukának, a Kárpáti Magdinak megmaradt rengeteg munkája, Székács Zoltán apukának a munkája, Zolinak a munkája, Ákosnak a munkája, Andrásnak a munkája, és akkor menjünk tovább a gyerekekkel, mert ugye egyrészt Gyöngyinek, és természetesen Zsófinak a rengeteg jelmeze, azt nagyon szívesen látnánk. Ugyanúgy Barbarát hívjuk ide, Ákosnak a lányát, hogy énekeljen ezen a megnyitón, és akkor Zsófi pedig táncolna. És akkor mi tulajdonképpen te lennél Gergő fiunk, ugye szintén András fia festőművész lett, akkor folytathatjuk, hogy Orsika lesz a marketingért felelős, és gyakorlatilag Ákosnak a közgazdász lánya pedig mindenhez az anyagi hátteret megteremti. Úgyhogy szívből kívánom, hogy ez így teljesüljön, remélem, hogy is szeretnék, úgyhogy köszönöm szépen a türelmüket. Gina Jenő kóbor énekel. Kóborok a földön és szeretek. Falvakat hagytam el, szalonnát ettem ebédre ócskat a visznyából, csobogó vizek partján éjszakáztam. Itt még tart az erdő. Nagy koronája már pettyes, a sárga és vörös levelektől, nyulak iramodnak át bokortól bokori. Itt még tart az erdő. Állítatlan és lombillattal kever esőszak.
rozsdás, megkopott vádok Krisztus előtt gondolok sok régi költőre, akiket már senki sem olvas, senki sem ismer. Arrébb kicsi ház, piros a födele, ember lakik benne, talán az erdész. Bizonyára asszonya, gyermeke is van. Udvarán visít a gépfűrész, s mint nagy vadállat, bőgve ropogtatja a halott bükkök száraz csontjait. Mint lehetne megmagyarázni, hogy hisze? Csak megáradon tudom kicsorbítani magamból a misztérium szerint borzongását. A feltámadás tavaszi mámor. Az egyetlen útra sugárzó fény. Ez annyit jelent, hogy előttem jár a tűzoszlop a puszta. Ez annyit jelent, hogy erős vagyok, és nem fogok meghalni soha. Ez annyit jelent, hogy dalolva bőjtölök, és úgy szeretek mindenkit, mint az Isten. S kosárral hordom a szívjeket áldott két vállamon az örök mosolygás lábaiért. Testvér, nem kárhozik el semmi. Ezt az országot hiába keresitek a ti világotok alatt, vagy fele, mellette, vagy akár benne. Magam is véletlenül jutottam ide, kószálás közben. Aranykürtök búgása, öles lángok zúgása közben. Nem tudom leírni, elmondani, milyen. E fehérség mellett sárga a ti havatok. A kéknek mély tüze van. Mellette szürke, legszebb májusi egyetek is. A jóságról, békéről nem csak beszélni lehet. Meg lehet őket fogni, simogatni. A tengernek nincs neve. Semminek sincs neve. Mindennek könnyűség a lelke. A lábam, a kezem könnyű. Egyszerű a szinten. Éven alszom, aranyos lángra hagyom, lobog, lobog. Néha látlak téged is, másokat is, de ti nem láttok engem, hangomat nem halljátok, csókoló számat nem érzik. Eltűntök mély, fekete szakadékok alján. És én csodálkozó, homályos szemben ülök le az ásító mélység partjain, és hosszú-hosszú sejemcérnán utánatok lengetem a csillagokat. Áldott legyen a Szahara homokján lépkedő gondolataid a merült bölcsmozdulatnak. Áldott legyen mindenki, aki lassan jár, és nem jajgat. Jaj, sietnem kell, jaj, tanulnom kell, és gyűjtenem, és rohannom, és építenem kell, mert rohan az idő, elfogy az élet. Áldjon meg az Isten mindenkit, aki ráj. Ők lopják szívünkbe a mosolyt és a nyugalmat. Ők bontják ki felettünk, mint hűvös sátra, a határtalan idő nyújtózkodó, de is örökkel. Mindez 1929-ben.